Nulla órától hatályos az az új szabályozási rendszer, amelyik a jogi határzár megerősítését szolgálja. Ha ennek az intézkedésnek a rövid lényegét össze szeretném foglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy azért tettük ezeket a jogi lépéseket törvényi szinten és végrehajtási rendeleti szinten is, hogy illegálisan senki ne léphessen be Magyarországra, illetőleg aki jogellenesen tartózkodik Magyarországon, azok szabad mozgása ne valósulhasson meg, és visszaszállításra kerülhessenek a tranzitzónákhoz, ahol mód van arra, hogy menekült kérelmüket benyújtsák, ha ez a szándékuk. Az a célunk, hogy megállítsuk az illegális bevándorlást, és csökkentsük azt a biztonsági kockázatot, amely 2015 óta markánsan jelen van Európában. Védelmezzük nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió határait is. A szabályozás révén megszűnnek azok a kiskapuk, amik eddig lehetőséget biztosítottak arra, hogy visszaéljenek az Európai Uniós jogszabályokkal, elszökjenek az eljárás alatt, vagy más valótlan állításokat tegyenek.